Szeretettel köszöntöm a katolikus.ma és a Katolikus TV nézőit. Nagy péntek, Urunk szenvedésének a napja. Az eddigi elmélkedésekben beszéltem arról, hogy Isten önmaga számára teremtett meg bennünket, hogy számunkra ő legyen a cél, nem pusztán csak a teremtett világ, hanem maga Isten a mi célunk, és belevont Isten bennünket a vele való kapcsolatba. Ezt a kapcsolatot szakította meg a bűn. Elszakadtunk az Istentől. És ennek a hiányát éljük meg. Isten, aki maga az igazság és a szeretet, amikor tőle elszakadtunk, akkor az igazságtól és a szeretettől is elszakadtunk. És ezért egy igazságtalan és szeretett hiányos világban találjuk magunkat és élünk. És Isten maga jön a segítségünkre. Lejön hozzánk a földre, és most már nem abba az eredeti, az édeni kapcsolatba vagy állapotba akar visszaemelni bennünket, hanem még egy annál is sokkal mélyebb állapotba, a Szent Háromság benső életébe. Ahogy az Atya szereti a Fiút, és a Fiú az Atyát, ebbe a közösségbe von be bennünket, hogy ott legyünk, ahol a Fiú van. És Jézus Krisztussal együtt elfogadjuk az Atya szeretetét, és válaszoljunk erre a szeretetre teljes szeretettel. Hogy ez megvalósulhasson, ehhez Jézus életében kemény harcokra volt szükség. Kezdettől fogva Jézus megtapasztalta a kísértést, a gonosznak a jelenlétét és támadását. Erre egy utalás az, amikor a pusztában a sátán megkísérti őt. Jézus azonban, a második isteni személy emberré lett, ami emberi természetünkben vívja meg ezt a harcot. És ez egy nagyon fontos szempont, hogy ezt lássuk, hogy Isten beleöltözik a mi emberségünkbe, és ebben vívja meg az ő harcát is, és jut el a győzelemre. Ezt egy hasonlattal úgy tudnám megvilágítani, hogy olyan ez, mint amikor egy falu szélén két falunak a kis foci csapata focizgat, és bajnokságot játszanak, és ki lesz a jobb. És miközben ez a két kis falusi kis foci csapatot játszik, egyszer csak ott autóval eljön egy nagy luxus Mercedes, és kiszáll belőle a világ legjobb focistája. Hogy került ide, senki nem tudja. Minden esetre oda jön az egyik csapathoz, és azt mondja, hogy én szívesen beállnék közétek. Hát persze, hogy örömmel fogadják, van saját mezük, ráadják a csapatnak a mezét, és ez a bajnok beáll, pillanatok alatt berúg 10 gólt, megnyerik a foci meccset, és aztán tovább megy a bajnok. Ő rúgta be a gólokat, de az egész csapat nyerte meg a meccset. Valahogy így van velünk az Úr Jézus is, lejön hozzánk, beleöltözik a mi mezünkbe, a mi emberségünkbe, berúgja a győztes gólt a sátánnak, és a győzelem viszont mindannyiunké. Nagy péntek azért erről is szól. Fontos az is, hogy meglássuk egy kicsit azt az oldalát is a nagy pénteknek, hogy Jézus Krisztus nem egyszerűen áldozat. Amikor azt mondjuk, hogy áldozat, ez nekünk férfiaknak ez úgy nem tetszik ez a dolog, mert mi katonák vagyunk, mi harcosok vagyunk, mi nem áldozatok akarunk lenni. Mi tenni akarunk valamit. És Jézusban kidomborodik ez az oldal is, hogy mint egy hős harcos csatába indul, és közelharcban legyőzi a sátánt, legyőzi a bűnt és a halált, és ezt a győzelmet megszerzi a mi számunkra. Mit jelent Jézusnak ez a küzdelme és ez a győzelme? Jézusnak ez a küzdelme, ez éppen arról szól, hogy az Atyával való kapcsolatát őrzi mindvégig, és a sátán pedig, mint egy jó stratéga, mert azért okos, tudja, hogy mi a lényeg, megpróbálja elszakítani az Atyától. Minden küzdelem akörül forog, hogy tagadd már meg végre az Atyát. Csináld már végre azt, amit te szeretnél, és ne azt, amit az Atya kér tőled. Ne az Atya terve szerint csináld. Nem kell rosszat csinálni, csak mást. Ugye számunkra is ez egy nagy kísértés, hogy nem akarunk mi rosszat csinálni, csak mást. Ha tudod Isten akaratát, azt kell tegyed. Tedd azt, és élni fogsz.
És Jézus ehhez ragaszkodik mindvégig, hogy nem, az Atya akaratát fogom tenni, én az Atyához ragaszkodom. A vele való kapcsolat mindenek fölött. A sátán pedig azt mondja, megfenyegeti, hogy ha ezt csinálod, meg fogsz halni, megöllek. Ölj meg, akkor is az Atyát választom. És ebben a gigantikus küzdelemben mindent megtesz a gonosz. Fölhetszeli a főpapokat, a zsidókat, megkínozzák, és hosszantartóan tart ez a tortúra, a vérelverítékezés, az ostorozás, töviskoronázás, a kereszthordozása, a fölszögelés, a halálba kínlódás. És mindvégig kitart, mindvégig marad hűségben az Atyához és hozzánk. Mert hiszen mindezt értünk teszi, értünk vállalta. És végül így, az Atyával való kapcsolatban megmaradva, hal meg. Az irántunk való szeretetben megmaradva hal meg. És ekkor veszíti el a sátán végérvényesen a küzdelmet. Mert egy halott embert már nem lehet tovább kísérteni. Hűségesen halt meg, hűségben halt meg, szeretetben halt meg, és vesztett a sátán. Ez Jézus Krisztusnak ez a gigászi küzdelme, amelyben letiporja a sátánt, legyőzi a bűnt, vagyis az Isten elleni lázadást, és ugyanakkor legyőzi a halált is hamarosan, hiszen húsvét vasárnapján föltámad. A mi életünk is erről szól. Ha követjük Krisztust, akkor nekünk is részt kell vennünk ebben a küzdelemben. Saját életünkben is megvan ez a személyes harcunk, küzdelmünk. Minél inkább Krisztushoz hűségesek akarunk maradni, annál nagyobb düvel próbál a sátán támadni. Viszont Krisztus is annál jobban fölfegyverez bennünket, úgyhogy nem kell aggódnunk. És fontos az, hogy ha ezt a csatát meg akarjuk nyerni a saját életünkben, akkor számunkra is az Atyával való kapcsolat legyen mindenek fölött, még az életünk fölött is. Amen. Köszönöm, hogy ma is velünk elmélkedtek. Szeretettel várom Önöket a holnapi nap folyamán, a katolikus.ma műsorában.